Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 5-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei, erre megadja a választ ez a felső kártya. A hatos szám a múltat jelképezi. Ezek lehetnek ilyen kármikus témák is, egy nagy lelki utazás vissza a múltból. De ő tekint a jövőre is, és ez tényleg egy utazás. Természetesen lehet egy belső út is, de az is előfordulhat, hogy neki külföldi kapcsolatai vannak. Azok lehetnek üzleti dolgok is. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. A választ mutatja ez a királynő. Ez a királynő a tüzek eleméhez tartozik, az pedig a lelkesedést, de a testi kapcsolatokat is jelenti, ezeket a vágyakat. Ki ez a királynő itt, az ő érzelmi világában? Ti vagytok? A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ezt mutatja ez a király. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Az a könnyűséget jelenti, de a kommunikációt is. Ez a király várakozik, vár egy hírre, és nem beszél. Emiatt lehetnek nézeteltérések. Mert nektek is vannak elvárásaitok. Ti vártok tőle egy hírt, és ő mit tesz? Ugyanazt. Ő is várakozik. És pontosan emiatt kialakulnak ezek a nehézségek, amit ez a kártya itt mutat. De ezek elmúlnak. Viszont gondolkozzatok el azon, mi lenne most fontos, hogy ti várjatok, amíg ő jelentkezik, vagy jobb lenne, ha ti felvennétek vele a kapcsolatot. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy ilyen általános jóslás. Természetesen ezt megrendelhetitek nálam. Akkor az személyes. A díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!